Sziasztok, Kömke vagyok. Úton vagyok, úgyhogy kicsit szétszórt lehetek, kicsit a vész belehallatszódhat, majdnem elbasztam egy biciklist, bocsánat. Ez az Osztom az észt újabb adása, saját sztorik, felmérések, épületfelmérések. Én már fiatal koromban nagyon-nagyon-nagyon sok épületet mértem fel pályafutásom során, de már fiatalon is belecsöppentem ebbe. Akkoriban még mérőszalaggal, tehát nem voltak távmérők, meg nem volt ilyesmi, mérőszalagok, kézzel rajzolás, és stb. Stb. Aztán én már tényleg mióta az eszemet tudom, nagy kütyűbuzi vagyok, és egyszer csak megjelentek az ultrahangos távolságmérők. Azt a nem kell kézi mérőszalaggal szenvedni. Megvettük mocskos úrdrágán, ez még a ezredforduló előtt volt. Hú, hát ez milyen rohadt jó, odarakod a falhoz, lenyomod a gombot, vársz egy kicsit is kiírja, hogy milyen távolságok vannak. Igen, csak az ultrahangos távolságmérő kalap szar volt, és szó szerint, ugyanis bizonyos falaknál nagyon jól működött, meg bizonyos dolgoknál, de minél jobban be volt rendezve az adott helyiség, minél jobban tagolt volt, annál szarabb méreteket adott, és ráadásul még a tiszta méréseknél is háromszor rá kellett mérni, és háromszor mindig más méreteket adott ki. Tehát arra, amire engem megbíztak, hogy felmérési tervet csináljak egy adott épületről, ami ténylegesen azt jelenti, hogy centiről centire felmérni, felszerkeszteni és stb. Szinte teljesen alkalmatlanok voltak ezek az ultrahangos mérőműszerek. És akkor megérkeztek a lézeres távmérők. Hát nem akarok hülyeséget mondani, de 1 kiló, 1,5 kiló súlyúak voltak a legelső példányok. Jó nagy darab, egész tégla méretűek. Iszonyatos áron, egy középkategóriás autónak az ára volt egy ilyen. Gyakorlatilag, na de az aztán tényleg a NASA csúcs technika. Odaraktad, pitty, vörös jelzőfény, pitty, és tényleg kiírta a tényleges méreteket. Igen, ám csak szinte mindegyiknél volt egy olyan funkció, vagy a későbbieknél már volt olyan funkció, hogy a műszer tetejétől mérjen, vagy a műszer aljától mérjen. És ezt egy gomb bal, egy gombnyomással meg lehetett változtatni. És hát volt egy kolléganőm, akivel elmentünk épületet felmérni, többszintes alsó részen csarnoki épületek fölül, irodák és műhelyrészek. Viszonylag voltak nagy égbeterek is, meg voltak tagolt részek is, több 10 000 négyzetméterről volt, úgy unblock az egész ipartelepet tekintve. Nem volt semmilyen rajzunk. Beléptél egy helyiségbe, körbenéztem, föl kellett rajzolnom a geometriáját, hány ablak van, stb. És a kolléganő meg ment, mért, mondta a számadatot, én meg írtam be az adott helyre. Igen, ám csak olyan szerencsétlen helyen volt ennek a váltógombja, ennek a műszernek, ami váltotta a műszer alja és a teteje között a funkciót, hogy honnan mérjen, hogy hát önkéntelenül kolléganő ezt folyamatosan benyomogatta, és hát annyira apró volt az ikon erre a visszajelzés, hogy nem is figyelte. És képzeljétek el, hogy készült több ezer mérés, amik össze-vissza ellentmondtak egymásnak. Tehát amikor visszamentünk az irodába, nekiálltam felszerkeszteni a lerajzolt dolgok alapján és leméretezett dolgok alapján, hát mocskosul nem jöttek össze a méretek, össze-vissza ugráltak. Se összességében nem volt jó, se részméretezésekben nem volt jó. És mivel nem lehetett tudni, hogy egy adott helységben hol ugrált át a műszer, totálisan használva vehetetlen volt az egész mérésünk. Mert azt egyébként tudni kell, hogy ezeknél a műszereknél ez a váltás, tehát hogy a műszer elejétől vagy a műszer végétől mérjen, ez egy általában egy nagyon pontos centiméter. A régi műszereknél itt 15 cm, 17 cm, a mostaniaknál akár egy pipeside-os nézünk, akár egy 10 cm-ről volt szó, vagy van szó. Tehát lehet tudni, ha tudod, hogy mit mértél, tehát hogy elejét vagy végét, ahhoz képest tudod, hogy mennyi a valóság. De mivel itt össze-vissza lett kapcsolgatva ez az egész dolog, ezért nem tudtuk. 2 napig méregettünk úgy, hogy ezzel a metodikával belépési engedélyt kellett kérnünk, ami dátumra szólt, névre szólt, stb. Utána szenvedtünk még 3 napot, hogy hát, ha össze tudjuk fésülni. Gyakorlatilag egy heti munkánk ment a kukába, mehettünk vissza újra mérni az egészet, és hát nem akartuk elismerni a hibánkat a mérésnél, úgyhogy arra hivatkoztunk, hogy hát 1-2 mérést le kell ellenőriznünk.
és roham tempóba kellett az egészet újramérni, az egészet újra rajzolni, úgyhogy rettenetesen veszteséges, de nagyon tanulságos eset volt, és egyébként a mai napig előfordul még a mostani műszerekkel is, hogy átvált ez a rohadványos műszer, főleg egyébként például az a párcsájdos, amit izének használok, ilyen vész-vész tartaléknak használok, viszont hála Istennek már az ikonon látszik, tehát a szám melletti ikonon látszik, jól leolvasható, hogy az a műszer hátuljától, vagy az elejétől mér, úgyhogy ezt azért lehet kontrollálni. Ez csak így a ifjú építészeknek egy ilyen adalék, hogy rohadtul oda kell figyelni. Ha már lézer, el kellett mennem felmérni egy balatoni pincészetnek egy meglévő épület részét, ami alatt ott volt egy nagyobb bacska boros pince. Hát én általában a felméréseket úgy végzem, hogy headset a fülembe, illetve fülhallgató a fülembe, és zenét hallgatok, vagy hát újabban már sok-sok éve már podcastet, de akkoriban még zenehallgatás volt az, ami ment. És hát telefonon a zeneszámok, hol voltunk még attól, hogy mobil internet meg hasonlók, lementve a zeneszámok, vezetékes füles, bedugva mind a két fülembe, fejemen egy fejlámpa, mert hogy a pincészetben világítás nem volt, világított a fejemen a fejlámpa, és lézeres távmérő a kezembe, a nyakamba pedig egy ilyen mappa, amin kézi rajz volt, és méregettem. Akkor már nagyon ritka volt az, hogy nem egyedül méricskéltem ezeket az épületeket, teljesen fölösleges volt többen mérni, csak tényleg ilyen több ezer négyzetméteres, vagy több tízezer négyzetméteres épületeknél volt ez lényegesen haladósabb, pláne nem állt rendelkezésre rajz, tehát még meg is kellett rajzolni az épületet, meg még méricskélni is. Felmértem a talajszint fölötti épületet, megyek le a pincébe, becsuktam magam mögött a pinceajtót, és elkezdtem méricskélni. Fülemben üvölt a zene, fejlámpa a fejemen, lézer pointerrel, ugyebár világítok, amit mérek, lent a boros pincébe, és hát vagy a lézer pointerrel, vagy a fénnyel, vagy a kettővel együtt, vagy esetleg a fülemből kiszűrődő hangos zenével, ezek kombójával, hát felzavartam egy pár tenevért. Útba voltam, úgyhogy belecsimpaszkodtak a hajamba. Hát a kollégáknak utólag úgy meséltem, hogy szerintem a Balatonnak a déli partján is hallották, ahogy sikoltozok. Beszaratós élmény volt szó szerint. Tehát az, hogy félhosszú hajadba belekapaszkodnak a denevérek és beleragadnak, miközben egy kukkot nem látsz, mert a fejlámpát azonnal letéped a fejedről, értelemszerűen a füledből kiesik a füles, amiből bömböl a zene. Nevetség is az egész sztori, de pasiként majd összeszartam magam a félelemtől. Azóta, ez is már jó pár éve volt, több mint 10 éves sztori ez is. Utóbbi egy éve posztoltam már olyat, ahol a denevérek lógtak le egy ház felmérése kapcsán, és hát az volt a felirat, hogy vendégeim vannak, meg hát én ide nem megyek be. Úgyhogy azóta óvatosabban bánok így a őslakosokkal, hogy miket lehet találni. De ha már őslakosok, régebben, azt értsük 20 pár évvel ezelőtt, egy ingatlan beruházónak voltam ilyen lóti-futi faktuma, építészként, megvásárolandó ingatlanok felmérésével foglalkoztam, és hát ő azért vett meg olyan ingatlanokat, amiből az ember nem szívesen ment be egyáltalán. Volt olyan ingatlan, ahol bementem, fölmértem az ingatlant, hogy megcsináljam hozzá a rajzokat, meg mindent, és tökig tele lettem bolhával, meg poloskával, meg mindennel. Hazamentem, még az udvaron le kellett vetköznöm, az összes ruhám ment a zacskóba, amit azonnal el is égettünk, és hát az autót azt furra ki kellett takarítani, de ott tanultam meg, hogy az ilyen kártevők ellen a full kitakarítás az nem azt jelenti, hogy kiporszívózod és egyebek, hanem ott tényleg gyakorlatilag rovarírtást kell csinálni. Utána még hetekig visszatérő bolha invázión volt, és nagyon-nagyon nehéz volt tőlük megszabadulni. Kicsit szomorúbb aspektus, voltam olyan házban, ahol 3 hete nem látták már a tulajdonost, úgyhogy be kellett menni megnézni, hogy mi a franc van, és hát az úriember a kanapén feküdt, akkor már 3 hete, szó szerint cseppfolyós állapotban. Hát én akkor alig múltam 20 éves, nagyon szerettem a horrorfilmeket addig. Ezt a való életben megtapasztalni és látni azt, hogy emelik fel az embert és hullik darabokra. Nem volt súlyfelesleggel addig se problémám, de hetekig nem tudtam enni
utána is teljesen más szemmel nézek egy horrorfilmet, és nem igazán tudok nevetni az ilyen zombis, széthullós dolgokon. Nagyon durva a látvány élőben, gyerekek. Azt megtapasztalni, ráadásul annyira fiatalon, fú, borzasztó. Menjünk át egy kicsit vidám irányba. Épület felmérés, lakott épület. Hát, mértem fel az épületet, és a hálószobában bementem, mérem föl, az ágyon segédeszközök kipakolva, az éjszaka maradéka, hatalmas rózsaszín dildó. Jót röhögtem. A háziasszony az irult-pirult, mert nem tudta a röhögés nélkül lenni az egészen. Hatalmas poén volt, hogy ott ki volt pakolva minden. Tudták, hogy jövök, mert napokkal előre le volt beszélve. Anyuk kiszellőztetve legalább ki volt a hálószoba, tehát ennyi pozitívum volt. De nagyon jót röhögtem, és kurvára kínos volt az egész tervezés folyamat utána. Amikor elvittem nekik a felmérési terveket, és így leraktam az asztalra, hogy akkor itt vannak a felmérési tervek, és ránéztem a háziasszonyra, rohadtul elröhögtem magam. Mégis jó volt az egész sztori, tehát jól sült el, csak neki kínos volt, nekem egy rohadt jó mesélendő sztori kerekedett ki az egészből. És akkor megint egy másik véglet. Felmérés, ennek a már említett ingatlan beruházónak, kicsit romosabb épület, fölmentem a padlásra tetőt lemérni, és hát fafödém esetén a mai napig egyébként az egy viszonylag jó, hogy mondjam, felmérési metódus, hogy ugrálunk egyet a fafödémen. Ugyanis az ad egyfajta szerkezeti állapot visszajelzést, és hát meresség visszajelzést. Hát én ott a keletén egy picit nagyobbat ugrottam a magam 61-2 kilójával, borított gerendás födém beszakadt alattam, leestem, ott még pattantam egyet a pincébe vezető lépcsőn, tovább gurultam lefelé, és hát kiterültem, mint egy béka a pince padlóján. Nagyon nagy mákom volt, hogy nagyon nem törtem össze magam, zúzódásokkal tele lettem, meg a bordámat megütöttem, meg hasonlók, de rohadt nagy mázlival gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebcsont befor alapon nem lett semmi bajom. Tényleg rohadt nagy mázli volt, és ráadásul az is, hogy nem estem, tehát a szögezdeszkák sem sértettek végig semmi. Úgy, ahogy voltam, pattantam egyet a pincelépcsőn, tovább gurultam, heverésztem egy pár napig, de ennyivel megúsztam a történetet. Ilyen és hasonló sztorikat várok másoktól, hangjegyzett formájában, és tovább osztom, mint észt, tehát építőipari sztorikat. Ne felejtsétek, lényeg az, hogy névtelenül ne legyen beazonosítható se a helyszín, se a cég, se az ügyfél vagy a vállalkozás, és ha lehet, akkor vidám legyen a történet. Röhögjünk egyet, lehet kár öröm is, de vidámkodjunk. Sziasztok!